Itt is vagyunk az Axioma Plus e-heti adásával, amit a Jordan Peterson portré videó kapcsán fogunk felvenni. Ezen a héten a vendégünk Szabados Ádám, teológus, aki a Divinity blognak a szerzője is. Úgyhogy Ádám, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is örülök, hogy itt látok, köszi. És akkor csapjunk is bele, egyből egy ilyen személyes felütéssel kezdenem, hogy neked volt olyan krízis az életedben, amire Jordan Peterson gondolatai jelentették a megoldást? Hát most jól jönne, azt mondanám, hogy igen, de azt hiszem, hogy nem volt ilyen. Inkább érdekesnek találtam meg a kulturális térben nagyon hasznosnak azokat, amiket mondott, de nem tőle kaptam megoldást a dolgaimra. Mikor találkoztál vele először akkor? Hát én arra emlékszem, hogy ez nem biztos, hogy az első találkozó volt, de arra emlékszem, hogy valaki jelezte, hogy van valami érdekes videó a brit médiában, amiben ő egy feminista riporterrel beszélget, és akkor elkezdtem nézni, és emlékszem, hogy szóltam a fiaimnak egy idő után, hogy gyertek már nézzétek meg, mert egészen fantasztikus dolog történik itt. Tehát arra emlékszem, hogy az volt az első ilyen nagyon erőteljes benyomásom vele kapcsolatban, aztán utána meg már annyit olvastam, hallgattam, hogy nem emlékszem, hogy milyen sorrendben. Ez a híres Cathy Newman interjú lehetett. Igen, igen, igen. Ami ebben a kis videótokban is benne van. Igen, és ugye a videó kapcsán emlékszem, hogy megkérdezte tőle a riporter, hogy nem zavarja őt az, hogy nagyon sok fiatal férfi nézi őt, és hogy főleg férfiak, és ez tényleg igaz, hogy nagyon sok fiatal szólít meg, és nagyon sokan jöttek el például Budapesten, amikor itt volt az előadás, nagyon sokan mentek ki. Szerinted mi az, ami a fiatalokat oda vonza hozzá, annak ellenére, hogy az ő üzenete az az, hogy az élet az egy szenvedés. Hogy lehet, hogy ez egy pozitív üzenet nekik? Hát az, hogy szenvedés, de nem kell, hogy áldozat legyél. Uh-huh. Szerintem ez a legerőteljesebb üzenete a fiatal fiúk felé elsősorban, tehát amit ott is elmondott, hogy nagyon sokan a YouTube-on a férfiak közül hallgatják, amit ugye vádként mondott a riporterhölgy, de egyszerűen az a gondolat, hogy nem kell, hogy sodródjál, nem kell, hogy áldozattá váljál, hanem lehetsz felelős a saját cselekedeteidért, és képes vagy arra, hogy változást idézzél elő. És ebben a kulturális közegben, ahol áldozatnak lenni, az bizonyos értelemben erény, főleg tőlünk nyugatra, ott ez az üzenet, hogy nem kell áldozatnak lenned, főleg egy férfi számára, az rendkívül felszabadító. Mi az, amivel küzdenek a legtöbben szerinted? Hát a férfiak közül? Uh-huh. Férfiak szerintem a jelentéktelenség uh-huh. érzetével. Tehát egy olyan kultúrában találják magukat, amelyikben nincs helyük, mint férfiaknak. Uh-huh. És Jordan Peterson meg abban segít nekik, hogy mint férfiak is megtalálják a helyüket. Tehát hogy nem feltétlen probléma fogakat növeszteni abban az értelemben, hogy veszélyessé váljál, uh-huh. Férfi számára az, hogy veszélyes vagy, az egy kihívás, az nem egy probléma. Uh-huh. Viszont tanuld meg uralni a saját erődet, és ezért is felelős vagy. Uh-huh. Tehát valahogy úgy tudja a férfiakat megszólítani, hogy azon a ponton, ahol uh-huh. a leginkább a hiányérzetük van, hogy feleslegessé váltak, ott megmutatja azt nekik, hogy egyáltalán nem vagytok feleslegesek, sőt, lehettek felelősek azért, hogy azt a területet, azt a még a küldetés szót is használja, amit kaptatok, azt betöltsétek ebben a mostani kultúrában is. Szerinted hogy lehet, hogy az az üzenet, hogy akkor rakj rendet a szobádba, hogy ez valahogy segíti a fiatalokat? Tehát ez nem tűnik kicsit ilyen távolságtartónak, vagy ilyen leegyszerűsítőnek? Hát láthatod leegyszerűsítőnek, mert egy nagyon egyszerű tanácsról van szó, de kérdezted, hogy nekem segítette. Én nagyon sok embert látok a magam környezetében, akinek pont ez a nagyon egyszerű tanács, ez volt felszabadító. Tehát az, hogy kezd el, valahol kezd el, és hol kezd el, hanem a saját életedben, és ott pedig a legkisebb környezetedben, hogy beveted az ágyat, rendet raksz magad körül. Egyébként ő ezt pont hangsúlyozza is, hogy ennek az áldozatkultusznak az egyik alapeleme az, hogy a saját életükben az emberek nagyon nehezen tesznek rendet, sokkal könnyebb a másik embert megpróbálni rendbe tenni, persze az is kudarcos, úgyhogy a legtöbb ember kiszervezi ezt a vágyát az egész világra. Tehát az egész világot próbálod megváltoztatni, oda szervezed ki az aktivitásodat is, meg a keserűségedet is, és a végén nem történik semmi. Mert az egész világ megváltoztatása az már túl nagy feladat. És akkor ehhez képest az az egyszerű
tanács, hogy a saját életedért vagy felelős, ott tegyél először rendelt, ez nagyon felszabadító, mert azt meg tudom csinálni, és hogyha megcsináltam, akkor abból erőt is merítek arra, ahhoz, hogy tovább menjek, és esetleg még nagyobb környezetben is pozitív hatást gyakoroljak. Igen, meg az első könyvének is a 12 szabályból az egyik az az, hogy ugye rakrendet a szobában, mielőtt kritizálod a világot. Igen. Én szerintem Jordan Peterson legnagyobb hozzájárulása a mai kultúrához, társadalmi valósághoz, az két dolog. Az egyik az, hogy egy meggyőző kritikát ad annak, amit ő úgy nevez, hogy posztmodern neomarxizmus, tehát egy olyan fajta világ megváltoztató szemléletet kritizál, amelyik ma egyre elterjedtebb, és mondhatjuk azt is bizonyos szempontból, hogy veszélyes. A másik pedig az, hogy visszahozta egy posztkeresztény kultúrába a Biblia lélektani hasznát. Tehát elkezdte ezt hangsúlyozni. És szerintem ez az a két pillér, ami mentén az ő jelentőségét leginkább meg lehet ragadni, és azt is, hogy miért számít ő egy vörös posztónak, tehát mi az, ami miatt ő támadási felületté vált. Ha megnézzük, hogy milyen társadalmi problémák vannak, és hogy mikkel küzdenek a fiatalok, akkor mi az a része, amikre megoldást jelentenek ezek a gondolatok. Mert aztán majd később beszélünk arról is, hogy mi az, amire már nem jelent megoldás feltétlenül Jordan Peterson, de mi az, amit szerinted meg tud oldani ezzel? Hát ugye itt az egyik legnagyobb dilemma az az, hogy mit teszi az embert gonosszá. És ő ezt kutatta, meg nagyon sokat olvasta Szolzsenyicint, Dosztojevszkit, próbálta megérteni ennek a forrását, hogy mi ment félre, tehát mi az, ami miatt 100 millió feletti áldozata lett ennek az ideológiának, és plusz, hogy hogyan lett az identitáspolitika következtében áldozattá az ember, hogyan magasztosult fel az áldozat, és vált erényessé az, aki elnyomott csoporthoz tartozik, stb. Tehát ezt az egészet ő folytonosságában látta, és az lett az egyik legfontosabb végkövetkeztetése, hogy a gonosz az nem a rendszerben van, hanem az egyénben. Tehát a megoldás az nem az, hogy rendszer szinten változtasd meg, pláne úgy, hogy előre meghatározod, hogy mi lesz a kimenete, és milyen kimenet kívánatos, és akkor ahhoz szabdalod fel a társadalmat, meg az emberek életét, hanem a megoldás az az, hogy te magad válasz felelősséget egyénként, és az egyik legnagyobb felelősséged az az, hogy ne engedd a benned levő gonoszt kibontakozni. És innentől kezdve ez két nagyon-nagyon különböző megoldás a problémára, nagyon különböző diagnózis is a problémára. Más emberképre épül. Teljesen más emberképre épül, és keresztény szempontból az az izgalmas itt, hogy amit Jordan Peterson egy egészen más nézőpontból megtalált megoldásnak, az lényegében a keresztény diagnózis és a keresztény megoldásnak a kezdete is, hogy az ember bűnös, gonoszra hajlamos, stb. Tehát, hogy az egyénben van a probléma, hogy Chesterton mondott ugyanak idején, amikor megkérdezték, hogy mi a baj a világgal, hogy én vagyok. Igen, számomra nagyon érdekes volt, amikor azt hiszem, hogy több előadásában is megemlítette, hogy amikor az egyetemen tanít, akkor tényleg elmondja a diákjainak, hogy megmutatja nekik, hogyha ott lettek volna a náci Németországban, akkor ne gondolják azt, hogy ők biztos, hogy nem vettek volna részt semmiben, hanem valószínűleg ők is beálltak volna az uralkodó ideológia mögé, és ugye ezzel is az emberi gonoszságra akar rámutatni. Sőt, ezt önmagáról is mondja, hogy amikor elgondolom magamat ezekben a totalitárius rendszerekben, akkor én nem áldozatként, hanem elkövetőként képzelem oda magamat. 2018-ban írtál egy cikket az oldaladon, amiben azt írtad, hogy a Jordan Peterson jelenséget, vagy az ő gondolatait egyfelől üdítőnek találod, másfelől pedig aggasztónak. És érdekel, hogy te, mint teológus, hogyan gondolkozol az ő jelenlétéről. Ugye most beszéltünk arról, hogy mi az, ami pozitív Jordan Peterson esetében, de hogy mi az, amit te problémásnak látsz mégis. Ahogyan ő a Bibliáról beszél, most én ezt egzegétaként mondom, hogy sokszor nagyon rossz egzegézist végez, tehát rosszul értelmezi azokat a szövegeket. Nem szándékosan ferdítél, egyszerűen ő egy jungi szemüvegen keresztül olvassa a Bibliát, amiben nagyon sok hasznos elem van, de egy ráerőltet a Bibliára egy szemléletet, ami szerintem sokszor a szövegekből nem következik, és ezt problémának látom. Illetve azt, hogy ő egy, tehát
az egész gondolkodása az alulról fölfele építkezik neki. Van egy nagyon szilárd darwinista világképe. Nem tudom, mennyire szilárd ez még mindig, mert érezhetően az alapok rezegnek nála, vagy azok rendültek meg. De abból indul ki. Tehát amikor ez a bibliai előadásait tartja, akkor abból a világképből indul ki. És ehhez hozzávesz egy olyan vallástörténeti megközelítést, amit például Mécsa Eliade képvisel, amelyik a bibliai történeteket ilyen mitikus történeteknek kezeli, amelyek ilyen ideális mintákat rögzítettek évszázadok vagy évezredek alatt az emberi viselkedésről. És akkor ez egybevág a jungi megközelítéssel, hogy ezek ilyen archetipikus mintázatok. Tehát főleg egy metaforikus értelmezés jelent, igaz? Igen, egy metaforikus, mitikus, archetipikus értelmezést. Tehát ezek olyan történetek, amelyek nem kellett, hogy megtörténjenek, inkább nagyon szépen elmesélnek, vagy ilyen kapszulába zárnak hosszú, sok-sok év, ezredek emberi tapasztalatát rögzítik. De ezzel együtt az viszont abban igaza van Jordan Petersonnak, hogy ezeknek lélektani jelentősége van, és nagyon-nagyon precízen megfogalmaznak különböző lélektani folyamatokat, amire ő ráismert a saját szakmai kutatásaiból. Tehát ahogy kutatott területeket, elolvassa a bibliai történetét, és azt mondja, hogy ez még precízebben fogalmazza meg azt, amit én a szakmai tapasztalatomból láttam. Tehát nagyon sok ilyen ráismerés, azt szerintem helyes, és igaza van benne. Krisztus keresztje a számára egy ilyen ideális, archetipikus, szinte tökéletes leírása annak a ténynek, hogy hasznos az életben áldozatot hozni. És ami őt viszont... Ami egyenlőre egy olyan üzenet, ami nem kifejezetten csak keresztény üzenet. Nem, és ez az, amit mondtam Eliádéval kapcsolatban is, hogy egy általános emberi, vagy vallásos tapasztalatot fogalmaz meg, egy mintázatot ismer fel itt is, ott is, amott is, amiből a bibliai a legjobb. Tehát valahogy így közelítette meg. De érti és tudja azt, hogy a keresztényekenél többet mondanak. Tehát a keresztények azt mondják, hogy a Krisztus halála az a názáreti Jézusnak a konkrét keresztre feszítése volt, amelyiknek az volt a lényege, hogy Isten adta a saját fiát azért, hogy a mi bűneink büntetését szenvedje el. Azt is tudja Jordan Peterson, hogy a keresztények azt állítják, hogy Jézus nem csak valami mitikus, metaforikus értelemben támadt fel a halálból, hanem ténylegesen feltámadt a halálból, és egyébként ezt egy alkalommal ő ki is mondja, hogy ha ez igaz, az mindent megváltoztat, tehát az felborítja az egész világnézetét. Hogyha megfordítjuk ezt az egészet, és az emberek felől közelítünk ehhez a jelenséghez, ugye, ami Jordan Peterson kapcsolata a kereszténységgel, akkor szerinted ő segíti azokat az embereket, akik közelednek a kereszténység felé, vagy inkább lehetséges, hogy egy ilyen pappótlék, vagy egy lelkészpótlék válik belőle, és ez meg pont, hogy távol tartja az embereket tőle? Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, és én is törtem rajta a fejemet. Egy kicsit olyannak látom őt, mint ebben a mostani szakaszban, mint amilyen Pláton volt Augustinus számára, vagy C.S. Lewis számára. Nem vitte el a célig, de kimozdította őket arról a helyről, ahol voltak. És rámutatott, tehát egy másik irányba mutatott, egy olyan irányba, ahol esetleg tényleg létezik az abszolút jó. És ahogy ő beszél arról, hogy van morális jó, hogy a kereszténység alapvetően helyesen mérte fel annak a mátrixát, illetve hogy van logosz, tehát van valami, ami jelentést ad a valóságnak. Ez a mostani korban, amikor ugye éppen hogy távolodott az egész kultúra, ez egy felkiáltó jel. Na hát most be kell fejeznünk, de nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tényleg elfogadtad ezt a meghívást. Ti pedig ne felejtsetek el feliratkozni a hírlevelünkre, mert akkor láthatjátok először ezt az interjút, hogyha megkapjátok a hírlevelünket. És ne felejtsetek el követni minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, TikTokon és Twitteren is. Sziasztok!